A nézőtér elsötétül. A fekete függöny felmegy. Én azt mondom el, hogy mi történik a színpadon, és ezeket általában a dialógusok szünetében tudom elmondani. Ez egy speciálisan nagyon nehéz előadás, mert nagyon sok fényjáték, fényinstalláció van, amit a látássérülteknek kifejezetten nehéz leírni. Óriási, legalább 4-5 méteres fehér hengereken lilás, kékes, fehér fényinstallációt látunk. Körülbelül 10 perc múlva elkezdődik Szabó Magda féle Tündéllala című meseelőadás, ami egy nagyon különleges alkalom a mai napon, mert ma jeltolmácsolt előadásban vehetünk részt, ami nem csak színészileg, de a nézőtérnek is nagyon érdekes. Szerintem nagyobbak kell játszani gesztusokat, mozdulatokat, arcmimikát, bármit, és hát szerintem, ami fontos, de mondom, hogy még nem csináltam ilyet, és senki nem mondta, hogy kell, szerintem nagyon érdemes plasztikusan beszélni, mert a legtöbb gyerek már van olyan idős, hogy tud szájról olvasni. Amit meg nem ért, arra pedig itt van Erika kollégánk, aki majd a rendezői bal oldalon fog mutogatni jelmezben. Tök izgi! Nem mindig az a lényeg, hogy a hallássérültek számára akadálymentesítsünk, hanem hogy érzékenyítsük. Érzékenyítsük a következő generációt, aki fel fog nőni, aki számára az természetes lesz, hogy a mellette ülő vak fiatal ember hallgatja a narrációt, illetve természetes lesz az, hogyha hallássérültekkel fog találkozni. Jó napot kívánok! A nevem Lala. Ezt fogom elmondani. A látássérültek pedig úgy tudják hallgatni a narrációt, ami szerintem fantasztikus, hogy akár saját okos eszközükön is. Van egy ingyenesen letölthető applikáció. Beállítás. Amint az előadás elkezdődik, onnantól kezdve már narrálok, ezt is odaadom hozzá. Jó, rendben, köszönöm szépen. És jó szórakozást kívánok. Köszi. Én Lala vagyok. Noémi! A szövegkönyvet ezt én készítem, ez úgy készül el, itt látod, hogy itt vannak beírogatva, hogy milyen fények vannak, most megszűnnek. Tehát a változásokat mindig mondom, a helyszínváltozást, a fényváltozást. Akkor lesz egy kerek egész, egy történet, ha a jelnyelvi tolmács, mint egy kis nitt a darabba megjelenik. Mindig megkapjuk, hogy a jelnyelvi tolmács színészkedik, nem. Hangulatot ad át. Tehát ahhoz, hogy én át tudjam adni a megfelelő hangulatot, ahhoz be kell vetnem minden forrást, amivel rendelkezem. A jelkészletet, a mimikát és a testemet, amivel, mint egy vászon, amivel megfestem a szavakat. A cikázó fények megszűnnek. A színpad most már rózsaszín fényben úszik. Bal oldalról előlép Dagi. Bal keze óriási méretű, legalább akkora, mint az egész felső teste. Általában a látássérültek egy olyan 40 perccel előbb érkeznek a színházba, és akkor meg tudjuk nézni a főbb eszközöket, illetve egyáltalán a teret bejárni, hogy hol játszódik majd a színpad. Egy sokkal teljesebb képet kapnak arról, hogy például egy varázslat hogy történik itt a színpadon. Nekem, hogyha azt mondják, hogy a színpad kék, akkor tudom, hogy milyen egy kék színpad, vagy egy rózsaszín, vagy egy piros, tehát megvannak a régi képeim. Több információt kap az ember azáltal, hogyha elmondják például, hogy milyen ruhában van, vagy épp most a hajához nyúl, és ezt csak így lehet tudni, hogyha a narrátor elmeséli. Nem érzi annyira az ember annak a hiányát, hogy nem látja a színpadi jeleneteket. Próbáljuk a karaktereket is megjeleníteni. És ehhez sajnos hely kell, tehát a karakterábrázoláshoz muszáj a hely. A kis apróság, amit én már kitaláltam, és ami lehetett látni, ugye ez a hallónézők részéről, hogy ugye úgy szoktam csinálni, mintha nem hallanám, és akkor így egy picit megtanítjuk a nézőket egy jelve, és ebből is lehet látni, hogy ki hogy tapsol. Nekem így tapsolnak. És ez egy elismerés, de nem csak felém, hanem a színház felé is, hogy akkor mégiscsak valami jót csinálunk.